Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna, és a mai videó egy nem tervezett, mert rendnek kívüli videó lesz, ugyanis az elmúlt napokban, hetekben annyi friss Deadpool 3-as kép, Plegycard-teória, vagy videó jelent meg az interneten. Két hete volt egy teória videónk, amit nagyjából fenntartok. Lesznek ebbe a videóban kisebb kiegészítések, de teóriázgatni azt nem ma fogunk, azt megtettük két hete. Ma összefoglaljuk mindent igazából, amik az elmúlt napokban megjelentek az interneten. Kezdjük is! Kezdésnek két hivatalos infót hoztam el nektek, ami röviden annyi, hogy a csütörtöki nap a Total Film nevű magazinban szerepelni fog a Deadpool 3, szóval ott számíthatunk valami hivatalos bejelentésre vagy leírásra. A lényeg, hogy ott kaphatunk egy hivatalos infót a Deadpool 3-ról. És van még egy hivatalos képünk, az első képünk a filmről, ami tényleg hivatalos és a Deadpool. Pontosabban a Dogpool oldal osztotta meg, de a lényeg, hogy hivatalos oldalokból származik. Deadpool pontosabban Ryan Reynolds avokádó feje mondjuk ki, és dokpul. Ez az első hivatalos kép a filmről. Jöjjenek a leaked képek, amik végig egy helyszínen vannak. Egy ilyen kopár, homokos, sivatagi helyszínnek tűnik ez, és a képek alapján ez a verem, azaz az, ahova a lenyesett emberek kerülnek ugye a tv -jéből. Úgy néz ki, hogy itt van kartfog, akinek a fejét le is vágja majd Deadpool, és mutatni fogja. Ez egy nagyon érdekes kép egyébként. Ami még itt a verembe van, az egy kocsi, pontosabban majd három, de menjünk végig. Szóval az egyik kocsi az az, hogy a Moon Knight-ban látott ilyen fagyis kocsi, vagy fánkos kocsi, amit vezetett a Moon Knight. Van nekünk egy olyan kocsi, ami az Amerika Kapitány első bosszú állókban volt látható, és ezt vezette a Vörös Koponya. Igen. És van egy harmadik kocsink, az pedig a képregényes, Fantastic Kocsi, Fantastic Kár, a Fantastic négyes autója. Szóval három nagyon érdekes autónk van amik valószínűleg így belettek így dobva ebbe a verembe, ebbe a kukába. Nagyon érdekes szerintem. Ami még érdekes, hogy látható egy TV és katona, mögötte pedig a Fox logó, az már biztos, hogy lesz a tv nek köze ehhez a filmhez, de hogy látható, ez most már hivatalos is. Még a Moon kocsihoz egy nagyon vicces érdekesség, amit csak most vettünk észre, hogy amikor Ryan Reynolds és Hugh Jackman egy videóba bejelentette, hogy jön a Deadpool 3, az alatt ugyanaz a videó ment, mint a Moon Knight-ba kocsis jelenetnél. O, a régi karakterek közül megerősített visszatérjük az Colossus, Negaszónikus lesz Vanessa, ugye ő Deadpool barátnője, ugye a vaknéni, Dopinder Peter, a hétközepi ember, aki ugye az x force tag, Yukio, Deadpool 2 változata, Jennifer Garner Elektrája, és ami még fontos, hogy Miss Minutes is visszatérhet. Azt hiszem, az a 2024-es év, ha egy film is jön, az az egy film, az tényleg nagyot fog alkotni. Lehet, hogy még a héten fogunk foglalkozni Deadpool a Deadpool 3-mal, hogyha csütörtökön tényleg jön egy akkora bejelentés, esetleg trailer, bár én ebben nem bízok, de a Twitter szerint van erre esély, szerintem nem de hogyha jön, akkor nyilván jön trailer -emzés. Ha viszont nem, akkor a Deadpool 3-mal ezen a héten már nem fogunk foglalkozni, és valószínűleg csak januárban, ha persze nem jön még egy ekkora líkáradat. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap leszünk négy évesek, pénteken pedig új videóval érkezünk, szóval tartsatok velünk a Marvel Tauriák csatornán. Sziasztok!